A vármegyei strandok az idei nyáron is népszerűek voltak a látogatók körében. Nyíregyházán a szezon sikerességét jelzi a közel 200 ezer vendég. A külföldi és belföldön élő látogatók száma 40-60%-ban oszlott el, az idei statisztikák a nehézségek ellenére megközelítik a 2022-es nyár adatait. A turisztikai szektorban azért mindenki nagy félelmekkel tekintett a 23-as évnek elébe, de azt kell mondanom, hogy hála Istennek, és biztos vagyok benne, hogy ez a szolgáltatási palettának és kínálatnak és színvonalnak köszönhető. Mi nem szenvedtünk el különösebb nagy visszaesést a forgalom tekintetében, gyakorlatilag az első 5 hónapjában az évnek a bázis számokat tudtuk produkálni, ami a 2022-es év azonos időszakával megegyezik, ami egy kiemelkedően jó év volt egyébként a turizmus szempontjából. Ez valamelyes megnyugvásra már adhatott okot ott május végén, de nyilván a szezon a legnagyobb bevételi forrása a társaságunknak. A június egy tragikus időjárás produkált, és ezt részben tudtuk ellensúlyozni a július-augusztusi kedvező időjárással, ami áthúzódott szeptemberre is, de hát nyilván az már nem a szezonnak része, ennek ellenére viszont ott is több vendéget tudtunk fogadni, mint az előző évben. Úgyhogy nagyjából azt kell mondanom, hogy egy jól balanszírozott helyzetben vagyunk a bázishoz viszonyítva, tehát összességében azt gondolom, hogy pozitívnak kell tekintenünk a nyarat. Matavovszky Dániel vezérigazgató elmondta, a nyarat követően nagy lendülettel és ambíciókkal vágnak bele az elkövetkezendő hónapokba is. Elég sok programmal és elég sok akcióval készültünk így az őszi-téli időszakra a vendégeinknek. Az volt az alap elképzelésünk, hogy megpróbálunk minden korosztály számára valamilyen hívogató üzenetet továbbítani. Alapvetően volt már egy akció, amikor az iskolát kezdő első osztályosoknak ingyenes belépőjegyet adtunk. Most a nyugdíjasokra rátérve a korábban heti egy szenior napot, amikor nagyon kedvező áron jöhetnek fürdeni, kibővítettük is, heti kétszer, hétfőn és csütörtökön lehet majd jönni szenior vendégeinknek hozzánk nagyon jelentős kedvezménnyel. Ezen felül a felnőttekre való gondolásképpen október 1-től a korábban csak heti 3 alkalommal megrendezett ingyenes szauna programjaink számát kibővítettük. Most már minden egyes nap várjuk ezekkel a szauna világba jegyetváltókat, és ennek olyan nagy sikere lett, nagyon szeretik a vendégek, hogy majd most november 18-ától szombattól elindítunk egy esti szauna programot is, amikor a fürdőnek a zárása után egy különleges hangulatú és vendégszaunamesterekkel is gazdagított szauna és éjszakai fürdő programot szervezünk. Ezen felül volt egy akciónk októberben, egy termál hét, amikor azok a vendégek, akik egyébként csak a termálmedencét szeretnék használni, nem szeretnének csúszdázni vagy a hullámmedencébe menni, azok számára biztosítottunk jóval kedvezőbb jegyárat egy időszakra. A Magyar Fürdőszövetségtől a legmagasabb 5 csillagos minősítést kapta a nyíregyházi létesítmény, amelyet a tervek szerint egy 2 gyermekes család hozzávetőlegesen 20%-kal olcsóbban látogathat meg a téli hónapokban.